A Vodafone McLaren Mercedes MP4 23-as versenyautójának replikáját, melynek eredeti változatával Lewis Hamilton 2008-ban világbajnoki címet nyert, dr. Cserpalkovics András polgármester és az istállót szponzoráló mobilkommunikációs cég vezérigazgató helyettese Piller Gábor leplezte le. A különleges autó Fehérvárra érkezése elismerés a város sportéletének, hiszen Budapest után elsőként a székesfehérvári lakosok csodálhatják a nem mindennapi négykerekűt. Az ünnepélyes bemutató kapcsán Lewis Hamilton egykori versenyautóján kerékcsereversenyt is rendeztek a szervezők. Az egyik csapatot dr. Cserpalkovics András polgármester, Égi Tamás alpolgármester, illetve a házigazda Piller Gábor alkotta, míg a másik csapatban Székesfehérvár neves sportolói, az Albakon képviseletében Simon Balázs, az Albavolán Hokisaitól Ladányi Balázs, míg a Videóton FC-től Bekő Balázs és Vaskó Tamás alkották. A harmadik tím a helyi nézőkből verbuválódott. Bebizonyosodott a sportolók nem csak saját területükön, de a Forma 1-es autók kerékcseréjében is jól ügyeskednek. Kevesebb mint 5 másodperc alatt sikerült megoldaniuk a feladatot, így megnyerték ezt a kis versenyt. Jól teljesített Székesfehérvár vezetése is. Dr. Cserpalkovics András, Égi Tamás, valamint Piller Gábor a második helyen futott be 6 másodperces idővel. A Szújó Zoltán által levezényelt különleges verseny után a fotómasináké lehetett a főszerep. A nagy érdemű kénye kedve szerint fotózhatta körbe a McLaren Mercedes-t. A versenyautó egészen július utolsó napjáig a magyar nagydíjig látható lesz majd Székesfehérváron.